kezüket csókolom, jó napot kívánok, szervusztok. Ha szabad egy kis figyelmet kérni, és egy kicsit azt is, hogy húzódjatok közelebb, mert hangosítást nem terveztünk, viszont jó hangod van, el fogunk. Mezvicki Bea, kértem arra, hogy mondjon el egy szép verset az Európa Nap tiszteletére, és azt követően, ahogy meg is hirdettük a programban, dr. Szalai András fogja az ünnepi gondolatait megosztani velünk, így tisztelgünk ma, május 9-én az Európa Nap előtt. Simon Istvánnak egy általam az igazat megvalva eddig teljesen ismeretlen verse fog most elhangozni, a Harmonikázó legény címmel. Fogadjátok szeretettel Mezvicki Beát, átadom neki a szót, és utána Andrást kérem, hogy a ünnepi gondolataival egyből folytassa. Köszönöm szépen! Simon István, harmonikázó legény. Kócos hajára, tengerkék két szemére emlékszem még. Nevére nem. Nem is a név. Emléke maradt meg csupán annyi füstös, szomorú év és háborús hónap után. Fogoly volt. Dán a francia. Tán fönt egy északi nép. Skandinávok szőke fia, kit a rém eddig kísért. Fjordok, suhogó fenyvesek álmát őrizte a legény, kit a fasizmus kergetett itt Európa közepén. Csak az élete és egy szál kopott ruhája volt neki. Mint halszáj tátogta, ha járt, bakancsa tűs faszegei. S beszívszakasztó volt, ahogy minden este kiállt az agyagfalú barakok végibe, s hosszasan muzsikált. Táncolt, mint vízen a hajó fürge csontos ujjaira, a síró szavú, brummogó, vászongyomró harmonika. Nyár végi sűrű csillagok fényében szokott fürdeni. Körötte egy dalárda volt. A táj cirrogó tücskei. Hátát a falnak vetve, s fejét leszegve húzta már, sírta a dalt egy mesés, szép tájról, amely szabadság, haza, szerelem. Tündöklő drága kincs szava, s ki tudja mindez mit jelent, mit takar, jobban, mint a rab. Kivert kutyaként jár a táj virágain, ha két keze békjóba van, s ha muzsikál, csak leszúrja a szép zene. Mintha ezt mondta volna ott, az elódalgó hold alatt, a majorsági barakok végében, míg könnye szakadt. Néztük kíváncsi gyerekek riadtan és hallgatottan. Egyszer aztán útnak eredt Varamelre egy szép napon, csak emléke maradt velem, s kísért. Míg én is néztem a csillagokat a kék egen, s búgni kezdett a muzsika. Tán ő volt. Ő húzta felém a harmonikázó legény. Sokszor halljuk azt, hogy kedves barátaim, halljuk azt, hogy kedves veszprémiek, kedves honfitársaim, kiben mennyire buzog a lokálpatrióta vér. Én most egy kicsit más megszólítást szeretnék használni, mégpedig azt, hogy kedves kettős állampolgár. Ezt persze nem az a tudat mondatja velem, hogy mintha azt gondolnám, hogy bárki itt közülünk román-magyar kettős állampolgár, vagy esetleg felvette a német vagy a francia állampolgárságot, hanem egészen biztos vagyok abban, hogy aki itt van, az mindenki kettős állampolgár, mégpedig magyar és uniós állampolgár. Azzal lettünk uniós állampolgárok, hogy beléptünk 2004-ben az Európai Unióba, és ezzel járt ez a jogok és bizonyos értelemben kötelezettségek. A mai nap, ahogy a Sanyi felvezetőjében elhangzott, Európa nap, Európa szerte egy ünnep. Most a múlt. A Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én tett egy olyan
kezdeményezés, vagy merült fel az a gondolat, hogy létre kellene hozni az európai szén és acél közösséget. Ez ugye egy borzalmas technikai, műszaki és gazdasági dolognak tűnik, nyilván egy tartalma az is, de emögött egy sokkal nagyobb gondolat volt 5 évvel a II. Világháború után, mégpedig egyetlen szó a béke. De manapság a béke szó az megint kezd egy kicsit rossz ízű lenni, ahogy a köztársaság is lassan már az alkotmány is az, így a béke is az. És volt egy másik alapító atyának nevezhető francia úr, Jean Monnet-nak hívták, aki tanácsadója volt a külügyminiszternek, és ő mondta azt ennek jegyében, hogy nem országokat egyesítünk, hanem embereket. Dátum retteltesen érdekes, és minden szó, ami benne szerepel. 1943. augusztus 5-én mondta ezt. 43. Európában nem lesz béke, ha az államok a nemzeti szuverenitás mentén épülnek újjá. Túl kicsik ahhoz, hogy népeiknek a szükséges jólétet és társadalmi fejlődést biztosítsák. Szövetségre kell lépnünk egymással. Szuverenitás. Hallunk mostanában ezekről a dolgokról. Például lemondtak az államok arról a szuverenitásukról, hogy egymással szemben háborút indítsanak. Egy összehangolt termelés jött már a kezdetekben létre. A szabad kereskedelem, a közös piac, a védővámok eltörlése, és mindez a gazdasági környezet biztosította egyben a békét is, és fordítva is a béke biztosította, hogy létrejöjjenek ezek a gazdasági kapcsolatok, ezek a kereskedelmi kapcsolatok, és az emberek közötti kapcsolatok. A jobb fejlődés aztán létrehozta a polgároknak a képviseletét az Európai Unióban, ez nem volt mindig. A kezdetek kezdetén nem voltak az európai polgároknak közvetlen képviselete, most lett, aztán ez lett az európai parlament. Aztán létrejött a közös pénz, ami megteremtette a monetáris uniónak az alapját. Létrejöttek közös szimbólumok, amik vannak olyanok, akiknek számára fontosak ezek a szimbólumok, például az európai zászló, létrejöttek különböző logók, amik jelölik az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet. De a közös alapba behozta az európai jobboldal a magántulajdon szentségét, a piacgazdaságnak a fontosságát. A baloldal behozta a jóléti államot, a jóléti állam igényét, és hát azért így, ahogy meg is teremtette. Behozta a szolidaritást. A liberálisok behozták a jognak az uralmát, a reformoknak a fontosságát és a szabad elvűségét. Itt Európa pártiak többen leszünk, akár kezdeményezéssel is élhetünk a város, Veszprém megyei jogú város önkormányzat annak képviselőtestülete számára. Megfogalmazhatjuk, hogy nehogy elfelejtsék, hogy van dolguk itt is, a köztársasági elnökök, az akkori köztársasági elnökök emlékparkjában, Fáinál, sőt arra is megkérjük majd őket, hogy azt a jövőre kaszálják le a füvet. Ne csak, hogy a fűt lekaszálják, hanem azt a fát, amit évek óta látunk kitört állapotában, szerencsére az emléktábla még nem rongálódott meg, hogy azt valamilyen módon, ha ők nem, akkor mi, de közös erővel pótoljuk, hozzuk helyre, és akár egy év múlva itt ugyanilyen szép időben egy piknik keretében ünnepeljük a szabad Európát, azt, hogy kettős állampolgárok vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. Rakjuk le a virágainkat, nem a zászlókat. Köszönöm szépen.